Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Most vasárnap Lengyelország választ, és nagy szerencsénkre most online kapcsolaton keresztül Martina Jelosinszkával, a Razem varsói vezetőségi tagjával fogunk tudni beszélgetni arról, hogy mégis hogy néz ki most a legfontosabb politikai konfliktusok mindegyike a választást megelőzően. Egyáltalán Razem, aki pártszövetségben indul a választáson, hogyan látja a választási esélyeit, és egyáltalában mennyire igazak vagy félrevezetőek azok az analógiák, amelyekben a lengyel politikát a magyar politikával próbáljuk megérteni. Azonnal következik ő, de mielőtt belekezdenénk az interjúba, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve ha még nem tetted meg, de van rá lehetőséged, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, ehhez a linket megtalálod a leírásban. És akkor fordulok Martinához, akit nagy szeretettel köszöntök az adásban, és köszönöm szépen, hogy elfogadta ezt az interjú kérelmet. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Ugye a Razem, azaz baloldal együtt képviselőiként az új baloldal, vagyis a Levica nevű pártszövetségben indultok a választáson, és alapvetően ti egy baloldali agendát képviseltek a lengyel politikában, de mégis ez mit jelent a hétköznapokban? Tehát mi az, ami megkülönböztet titeket a többi ellenzéki pártól? Számomra a Levica az a gondoskodás, a dolgozóért való gondoskodás, az emberéről való gondoskodás. Tehát milliókról akarunk gondoskodni, nem a milliárdosokról, ez a mi fő mottónk. És a Levica úgy áll ezekhez a választásokhoz, hogy ő is vezető pozíciót kapjon, és egy nagyon széles koalíciót szeretnénk majd alkotni, ami egy nagyon nehéz koalíció lesz, hiszen inkább ilyen centralizált pártokkal kell majd koalícióra lépnünk, de mi azért vagyunk, hogy a nők jogait visszafordítsuk, hogy végre az oktatás megszemélyisítőtől, a közalkalmazottokról gondoskodjunk, hogy végre egy olyan jóléti társadalmat teremtsünk Lengyelországban, mint a többi Európában. Részben válaszolt rá, de érdekel egy kicsit mélyebben is, hogy amennyiben ellenzéki áttörés van, akkor tőletek világnézetileg alapvetően távolálló és főképp gazdasági kérdésekben távolálló pártokkal kellene közösen kormányoznatok. Mi az, amiben nem engednétek? Tehát mik azok a minimum követelmények, amiket mindenképpen támasztanátok lehetséges koalíciós partnereitek felé? Ez gondolom a választóitok számára is kardinális kérdés annak érdekében, hogy bizalmat szavazzanak, hiszen aki rátok adja a szavazatát, az feltehetően készen áll arra, hogy nektek koalíciós kényszeretek lesz ahhoz, hogy bármilyen közpolitikai áttörést tudjatok elérni. Szóval mi a minimum vállalás, amit biztosan tartotok? A mi zászlós hajónk az a lakás projekt, mivel a lakáspiac az egy nagyon nagy krízisben van, tehát a milleniálok vagy a Z generációs állampolgároknak már egyszerűen nincsen, nem lesz pénze, meg nem is kapnak hitelt, hogy ők lakáshoz jussanak, illetve hitelt sem kapnak, tehát ez az egyik zászlós hajója a mi politikánknak, egyfajta Bécs modellt akarunk itt vinni, és szeretnénk 300 ezer lakást felépíteni, aminek a bérlése is sokkal olcsóbb lesz. Azt gondolom, hogy nagyon sok éve ezt a lakhatási politikának adtunk hangot, és emellett fogunk kitartani. Ez lesz az egyik, ami a minimum lesz. Ezt mindenképpen át akarjuk vinni, mert a lakáspiac Lengyelországban drámai, tehát tényleg az emberek, akik évekkel ezelőtt 1500-2000 zlotyit fizettek havonta, most kétszer ennyit kell fizessenek. És azok például, akik egyetemisták, és akár csak egy szobát keresnek Varsóban, vagy Krakóban, csak egy szobáért 2000 zlotyit kell fizetnie. Tehát ez egy nagyon-nagyon markáns különbség, ugye, így nem is lehet függetlenedni, főleg, hogyha a fiatalokról beszélünk. Ez számunkra az kulcsfontosságú. A másik, a női jogok. Ugye Lengyelországban az abortusz nem elérhető a nők számára, ami a PISZ munkálkodásának ugye egyik fő pontja, és azt szeretnénk, hogyha a 12. hétig indok megadása nélkül az abortusz lehetséges legyen, és elérhető legyen. Ugyanígy akkor is elérhető legyen, amikor esetleg a nő egészségét veszélyezteti, mondjuk a 12. hét után,
vagy amikor olyan betegségeket vagy deformációkat fedeznek fel, amelyek ugye a gyermek életét, illetve a nő életét is veszélyezteti. Egy ilyen dekriminalizációval akarunk előállni. Még ebben a politikai időszakban beadtuk ezt a törvényjavaslatot, hogy magát az abortuszt dekriminalizáljuk, hogy azok az orvosok ne legyenek büntető jogilag felelősségre vonhatóak, akik abortuszt végeznek nőken. És szeretnénk, hogyha kevésbé konzervatív pártok is tudjanak szavazni, és igennel szavazzanak erre a törvényjavaslatra, mert nem tudom, tudjátok-e, de rengeteg nő meghalt kórházakban, mert nem végezték el megfelelően, illetve egyáltalán nem végeztek el rajtuk abortuszt. Illetve a harmadik pont, az állam, ami jól működik, az a saját közalkalmazottait is jól megfizeti. Itt gondolok a tanárokra, a köztisztviselőkre, ezeket az embereket jól meg kell fizetni, hogy ők jó mobilizálhatóak legyenek, hogy mindig akarjanak továbbképzésekre járni. Ezek olyan szakmáknak kellene válniuk, amelyeket emberek akarnak végezni. Mert most ebben a közalkalmazati rétegben hónapokig keresünk munkavállalókat, mert nyilván sokkal jobban fizető munkákat kapnak a privát szektorban, ugyanígy a tanárokkal is. Hatalmas deficittel számolunk, ugye nem mennek már annyian tanárnak, és nagyon sok olyan, a tanári kar gyakorlatilag nagyon sok helyen olyan emberekből áll, akik már nagyon erősen nyugdíjkorhatár közeliek, illetve nyugdíjon túl vannak. Ez a három, amit felsoroltam, ugye a közalkalmazottak bérének növelése, az abortusz törvénynek a módosítása, illetve a lakáshelyzet, a lakáspolitika javítása. Nyilván a többi kérdésben is sok javaslatunk van. Például a PO-val egy csomó mindenben egyezünk, vagy vannak kérdések, amiben mondjuk a Csecsadrogával, a harmadik úttal is egyezünk, és éppen ezért úgy állunk hozzá, hogy mindenkivel tudunk kormányt alakítani, de ez a három kérdés számunkra a legfontosabb, és ezeket akarjuk a lehető leghamarabb jól megoldani. Ugye a különböző felmérések alapján a lengyel társadalom Európán belül a leginkább kapitalizmus párti. Éppen ezért is érdekelne az, hogy milyen nehézségek elé állít benneteket ez a kérdés, amikor alapvetően azzal próbáltok kampányolni, hogy a piaci logikának a dominanciáját csökkentsétek, a hatásait mérsékeljétek. Tehát mennyiben jelent ez megkülönböztetett nehézséget, amikor például az előbb felsorolt közpolitikai követeléseknek akartok többséget teremteni? Azt gondolom, hogy az átlagos emberek számára ezek nem annyira távoliak, hiszen nem nevezhetjük szabadnak magunkat addig, amíg az egyének nem tudnak elsőjétől elsőjéig megélni a pénzükből. És egy megfelelő bér lehetőséget fog ennek adni, nagyobb szabadságot fognak érezni. Ugyanígy az abortusz iránti szabadságunk, illetve a lakáshelyzet. Nem azt mondjuk, hogy az embereknek ne legyenek lakásuk, vagy valakinek öt lakása legyen. Nem mindenkinek van arra lehetősége, hogy hitelt szerezzen, vagy akár egy hitelt fizessen nagyon nagy mértékben. Ez az embereknek nagyobb lehetőséget ad, hiszen az embereknek döntési lehetőséget ad, hogy most itt akarnak lakni, fizetni akarnak érte, de mondjuk esetleg más városban máshol akarnak lakni, illetve egy saját lakást akarnak, amivel majd a gyerekeiknek akarnak kedvezni. Magyarországon nagyon sokan vannak párhuzamot az Orbáni Magyarországon végbementek és a jog és igazságosság kormányzása alatt a Lengyelországban végbement történések között. Igazából ezt nem is magyar sajátosság, azért azt gondolom, hogy az európai különböző fősodratú médiumokban is igen erőteljesednek az analógiának az építése. Ti Varsóból hogyan látjátok, mennyiben szolgál iránymutatásul az Orbáni hatalomgyakorlás a jog és igazságosság számára? Azt gondolom, hogy maga az a tény, hogy a parlamenti választások egybeesnek a referendummal, a migráns politikáról, szerintem az az egyik, amiből motivációt merítettek az Orbáni politikából,
Ez a referendum egyáltalán nem kontrollálható. Szombaton a választások előtt továbbra is lehet kampányt végezni. Ugye maguknak, a pártoknak már kampánycsend van, viszont a referendum témájában nem kell kampánycsendet tartani. Valójában ezt a migráns referendumot egyértelműen úgy használják fel, hogy politikusok vállára a promigráns, illetve a migráns ellenes címkéket ragasztják, és ezzel nem a kampánycsendet segítik elő, sőt, látjuk, hogy a társadalmi közösségeink is látják, hogy az orbáni politikához a PiS nagyon sok mindenben visszanyúl, és mi a társadalmi megmozdulásainkban azt szorgalmazzuk, hogy már csírájában elfolytsuk, hogy ne legyen ez a referendum érvényes, hogy ugye ne érje el azt a bizonyos százalékot, amitől már ez a referendum érvényesnek fog számolni, és hogy a politikai pártok, illetve maga az országnak a vezető pártja gyakorlatilag a saját malmára hajtva használja fel. És látom az analógiát, mert tudjuk, hogy ez hogy volt Magyarországon, és hogy ugyanazon a napon fogják ezt lefolytatni, mint a választások, látszik, hogy ez egy egyértelmű inspiráció a PiS részéről, és ez bevált. Tehát látjuk, hogy ami Magyarországon, ez egy nagyon hatékony stratégia volt, és azt reméli tőle a jelenleg kormányzó párt, hogy ez hasonlóan eredményes lesz. Ellenben az ellenzék mindent megtesz azért, hogy maga a referendum ne legyen érvényes, hogy elejét vegyük annak, hogy ez bármikor politikai eszközévé váljon a választásoknak, mert ez egy olyan dolog, aminek nem szabadna megtörténnie, hogy ezt összevonjuk. Ugye európai viszonylatban is igen jelentős a lengyel katolikus egyháznak a hívő bázisa, és nagyon sokáig volt az az értékelés, hogy ez igen erőteljes szimbiózist is eredményez a jog és igazságossággal, de közben meg az utóbbi időben voltak már olyan értékelések elemző oldalról, hogy valójában igen erőteljesen előregedőben van a hívőknek a bázisa. De hogyan látod, a mostani választáson lesz-e meghatározó szerepe a katolikus egyháznak, és annak, hogy végül is hogyan mobilizál, és milyen pártokat favorizál, fog-e megkülönböztetett versenyt jelenteni ez a jog és igazságosság számára? Sajnos Lengyelországban a katolikus egyház és a kormánypárt, a jelenlegi kormánypárt nagyon erősen összetartoznak, mert ezt úgy kell elképzelnetek, hogy gyakorlatilag ott áll a szószéken, és megmondja, hogy kire kell szavaznod. És igen, ezt tudjuk, hogy az európai országok között Lengyelországban a legerősebb a katolikus egyház, de már egyre kevesebben járnak templomba, és az utóbbi 10 évben, mert végeztünk ez irányú felméréseket, sokkal kevesebb személy van már, aki templomba járna, ugyan sokan még hívőnek deklarálják magukat, de mégis a fiatalok közül ezt azt lehet látni, hogy már ők nem járnak egyáltalán templomba, és azt is látjuk, hogy az egyház hogyan politizál, hiszen azért elég erősen bugyog föl a szőnyeg alól az a rengeteg pedofil ügy, ahogy ugye plébániáról plébániára jár. Ugyanez Írországban, ahogy kiderült, hogy voltak katolikus papok, ugye pedofiliával vádoltak, és az emberek nagyon erősen elálltak a katolikus egyháztól, és nem fektettek több bizadalmat a templomba. Lengyelországban ez nem történt meg. Bár főleg az idősebbek körében, akik nagyon vallásosak, van nagyon erős ráhatásuk, mert ugye a kommunizmus legyőzésében és a politikai változtatások véghez vitelében az egyháznak akkor óriási szerepe volt, és nem lehetett évekig semmi rosszat mondani, semmi kritikusat az egyházról, a katolikus egyházra gondolok, de ma már egyre többen szembe mennek az egyházzal, kritizálják a lelkészeket, és kritikus hangvételben beszélnek arra, hogy milyen regresszió van az egyházban a II. János Pál pápa halála után, és látjuk ezt a változást, szóval, hogy egyre kisebb ráhatása lesz. Például az iskolákból a kötelező hittant is
kivonták, mert ugye eddig kötelező volt hittanórára járni, még érettségizni is kellett belőle egyébként. És most már egyre több szülő kiíratja, és más órára íratja be a gyermekét, már nem katolikus hittalra járnak a gyerekek, illetve más hittalra, mert a szülők úgy gondolják, hogy az iskola nem az a hely, nem az az intézmény, ahol a vallásról kell beszélni. Nyilván a katekizmust lehet tanulni a plébánián, illetve más intézményeken, de nem az iskolában. Jaroszláv Kaczyński pár évvel ezelőtt arról beszélt, hogy a jog és igazságossággal gyakorlatilag létrehozták a jóléti államnak egyfajta lengyel verzióját, szemben a 89 óta domináns neoliberális irányzattal. A te értékelésed szerint valóban sikerült-e bármilyen elmozdulást, a retorikai elmozduláson túlmutatóan érdemi társadalompolitikai elmozdulást létrehozni a jog és igazságosságnak a kormányzatban töltött időszaka alatt? Azt gondolom, hogy a PISZ most olyan helyzetben van, hogy semmilyen új javaslatot nem tud már adni, nem tud már annyira hatásos lenni a választókra, már nem tudnak a Tuskkal annyira ijesztgetni, hiszen nem felejthetjük el, hogy az emberek már nem tudják és emlékeznek rá, hogy 8 éve van a PISZ a kormányban, és ott van a Morawiecki és a Kaczyński együttese, volt a különböző politikai csoportok között egy ilyen vita, és a Morawiecki azzal ijesztgetett mindenkit, hogy mi lesz akkor, hogyha Tusk visszatér a kormányzáshoz, de semmilyen programot nem tudott beajánlani, semmi olyat nem tudott, amit mondjuk a harmadik út, vagy a Levica, vagy esetleg a szélső jobboldal nem mondott volna már előtte. Tehát igazából nincs semmi új, amivel elő tudna állni. Azonban, hogyha csak a PISZ-ről gondolunk, sem az 500 plusz, ugye az, amit a családoknak adnak, amit fel akarnak emelni 800 pluszra, vagy egyéb javaslataik már nem nincsenek olyan hatással a választókra, mint 4-5 évvel ezelőtt. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mobilizáljuk az embereket, már nem tudják a mobilizáció égisze alatt azt mondani, hogy a Tusk személyével már nem lehet. Mert én is nagyon kritikus vagyok a Tusk politikai döntéseivel szemben, amit 2015 előtt tett. De látom, hogy mennyire a Tusk politika mennyivel más lett sok kérdésben, és biztos vagyok abban, ma, ahogyan deklarálják az ajánlataikat és a véleményeiket az ő politikusaik, már nem tudják letagadni, hogy mi történt az előző 8 évben. Mert egyszerűen Tusk is, ő is azt mondja maga, hogy amikor az uniós struktúrákban dolgozott, megváltozott a gondolata, hogy mit, hogy kellene csinálni, tehát már nem tudnak a Tuskkal senkit se eretenteni. Már látjuk, hogy a PO már egy teljesen más platform, mint mondjuk 8 évvel ezelőtt. A népszavazás kapcsán egyetlen kérdésre szeretnék kitérni, mert ha jól mondom, ugye 4 kérdésben kell majd döntést hozni a választópolgároknak, és abban az egyik kérdés kifejezetten az állami vállalatok privatizálásáról szólnak, ami egy pikáns helyzetet eredményezhet, mert adott esetben, hogyha ezt ennek a tilalmát megszavazza a lengyel társadalom, annak is izgalmas következményei lesznek, ha adott esetben nem megy át a referendum, annak is izgalmas következményei lehetnek. Ti például ebben a kérdésben milyen választási magatartásra bűzítjátok a híveiteket, a választópolgárokat? Mi azt ismételjük, hogy teljesen abszurd kérdéseket tesz fel a népszemlélés, és hogy semmilyen közéleti vitával kapcsolatban nem hozhatóak a referendum kérdései, és nem is szolgálják a közéletet sehogy se, csak a polarizációt erősítik. A PISZ politikájának egyfajta visszaigazolását hozza. Az egyedüli kérdés az, hogy például a lengyel fehér-orosz határon eltávolítsuk-e a drótkerítést. Nyilván ez egy olyan kérdés, amit nem teszünk fel a társadalomnak, hogyha a társadalom nagy része azt mondja, hogy igen, a jelenlegi politikai helyzet, meg a jelenlegi geopolitikai helyzet ezt kívánja meg. Hiszen ma tudjuk, hogy a migránsok relokációjának kérdése az egy nagyon fontos dolog.
Tehát miért kérdezzük ezt, hogy helyezzük át az ukránok, vagy a bármilyen más migránsok helyzetét? Ez csak az, hogy a választókat ijesztgessük, hogyha a referendumban ez így lesz, mert ők ezt így döntenek, akkor majd a PISZ így meg így fog dönteni. Ez nem igaz. Mi azt ismételgetjük, hogy ez manipuláció, hogy a saját érdekeiket finanszírozzák, illetve támogassák, és mindenkit arra buzdítunk, hogy utasítsa vissza a referendum kártyát, hogy az utána ne legyen érvényes. A kormányzópárt részéről lehet mögött olyan taktikai megfontolás, hogy kifejezetten arra játszik, hogyha elbukik ez a privatizációs népszavazás, akkor ezzel a lengyel gazdaság privatizálása előtt újabb lehetőségek nyílnak meg egy esetleges következő PISZ kormány számára? Lehet, hogy a K-on kívül, tehát a szélső jobb oldalon kívül senki nem akarja privatizáltatni az állami cégeket. Azt gondoljuk, hogy vannak vállalatok, amelyek teljesen jó, igenis, hogy maradjon lengyel állami kézben, mert a Gdanszki kőolajfeldolgozót meg távol-keleti üzletembereknek adták el, és ennek nem volt a lengyel gazdaság számára pozitív eredménye. Ez is a PISZ egyik ilyen mahinációja. Egész eddig ez nem volt téma, hanem most hirtelen előálltak a referendumban ezzel az a teljesen abszurd témával. És akkor egy utolsó kérdés. Ugye minden posztszocialista államban igazából azzal küzd a kortárs baloldal, hogy hogyan is kezelje a korábbi rendszer örökségét, és hogyan próbálja meg részben adott esetben megkülönböztetni magát, adott esetben méltányos lenni a különböző jóléti eredményekkel kapcsolatban, de közben mégsem kiszolgáltatni saját magát jobboldali, szélső jobboldali ellenfeleinek a lejáratására. Hogyan küzdötök meg ti ezzel a kérdéssel? Egyáltalán mi a viszonya a Levicának a 89-90 előtti rendszerhez? Mennyire téma például ez a kampányban? Bármilyen szempontból használják-e ezt a ti delegitimálásotokra, lejáratásotokra? Lengyelországban ez a baloldal, jobboldal felosztás a PISZ szemében mindenki, aki nem velük van, az baloldali. Tök mindegy, hogy az a harmadik út, a K.O. vagy bárki más, aki nem egyezik az ő politikai gondolásmódjukkal, az rögtön baloldali. Így nehéz azt mondani, hogy van itt bármilyen hagyomány. Például a harmadik út, a Csetya Draga, ők centralista párt, ők konzervatívak, csak egyszerűen nem egyeznek gondolkodásmódban a jelenleg regnáló párttal, de nekünk, Levicának nehéz, nehezebb egy szempontból, hiszen a régebbi generációk, ha hallják azt, hogy baloldal, akkor rögtön ugye konnotálják, asszociálják az 1989 előtti időszakkal. De vannak 30-40 éves aktivistáink, akik még nem is éltek 89 előtt gyakorlatilag. Tehát mi azt képviseljük, hogy progresszív, modern kinyilatkozások, amelyeket Skandináviában, illetve a fejlett európai országokban politikai programokban véghez visznek, és mi baloldalként nem is akarunk semmilyen kommunizmus utáni darabot magunkra venni, mert nem. Ugye a Levicának nincsen egy hosszú története, ő azért lett létre, mert a neoliberális kormánnyal elégedetlen volt, mint például a PO volt 2015 előtt. Mert mi Levica, oda be voltunk alájuk így csapódva, és mi egy jóléti, európai, skandináv mintán alapuló lengyel államot szeretnénk, és nem a szocializmusba visszatekinteni. Azonban ezek a címkék, amik még rajtunk lehetnek, vagy amit így osztogatunk egymásnak, annak nem sok köze van a valósághoz, és ma valójában a kommunista, vagy baloldalinak bárki nevezhető, aki igazából nem a PISZ politikáját támogatja. Tehát ennyi röviden. Martin, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk veled, és köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad a magyar nézőkkel. Tudom, hogy rendkívül elfoglalt időszakban szakítottál most időt arra, hogy mindezt közzétedd, úgyhogy köszönöm szépen miatt külön is, hogy találtál ránk időt. Minden jót kívánok neked, és természetesen követjük majd a fejleményeket. Nagyon szépen köszönöm. Minden jót, szervusz!
Ez volt az interjúm a Rázen varsói vezetőségi tagjával. Ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várlak a komment szekcióban. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a leírásban található linken keresztül. Ne feledd, vasárnap este érkezik egy eredménylatolgató választási műsorunk, de főként hétfő este a remélhetőleg már közel, végleges eredmények birtokában fogjuk tudni elemezni egy lehetséges következő lengyel kormány összetételét. Szóval, ha érdekelnek a lengyelországi fejlemények, mindenképpen tarts velünk, várunk vasárnap és hétfő este is majd. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, minden jót, ciao.